Hogyan lehet passzív jövedelmet termelő fogyasztói hálózatot akkor is, ha nem vagy olyan? És úgy, hogy emiatt nem veszítesz el egyetlen barátot sem, sőt új barátokra találsz. És akkor is, ha szerinted ez a te ismerőséded biztosan nem fogja érdekelni. A hálózatépítés vagy MLM nagyon sok ember szemében azt jelenti, hogy egyébként eladhatatlan WhatsApp termékeket kell jó, magas áron rásózni az ismerőseinkre, barátainkra, hogy aztán belőlük élősködve munkanélkül gazdagodjunk meg. Hát ez körülbelül annyira igaz, mint az, hogy minden szőkenő buta. Vagy az, hogy a férfiak nem tudják kifejezni az érzelmeiket. A nevem Bojtó Zoltán, és empatikus online módszereket használó hálózatépítő vagyok. 2011 óta foglalkozom ezzel az üzleti formával, és jelenleg 2018 nyarán gyémánt szinten állok, és Ausztriában, ahol élek, az anyacég egyik húzó emberének számítok a pillanatnyi teljesítményemet tekintve. A titkom az, hogy megtanultam és kicsiszoltam egy módszert, amivel nyomulás nélkül, empatikusan, de mégis hatékonyan tudok embereknek ajánlani az internet segítségével olyan termékeket, amelyeket magam is fogyasztok, és amelyeket akkor is fogyasztanék, hogyha semmilyen üzleti érdekem nem fűződne hozzá. Igazából sokkal előbb kezdtem el ezeket a termékeket fogyasztani, mint ahogy az üzlet elkezdett érdekelni. Én nem kedveltem a nyomulós, rábeszélős, sóelemekkel tarkított amerikai módszereket, és nem kedvelem azokat a hálózatépítőket sem, akik munka és tanulás helyett egyszerűen erővel bedarálják az ismeretségi körüket az anyagi céljuk elérése érdekében. Én nem használok lezárási technikákat, marketing hazugságokat, és nem viszek senkit az igenek utcájába. Nem csak hiszem, hanem tapasztalom is, hogy lehet ezt tisztességesen, nyomulás nélkül, empatikusan és mégis hatékonyan csinálni. A hálózatépítés, hogyha párosul egy valóban kiváló termékkel, egy megbízható céggel, és néhány olyan emberrel, akinek jó a hozzáállása, a gondolkodásmódja, valami olyasmire képes, amire nagyon kevés szakma a világon. Tényleg ki tudod magad dolgozni a mókuskerékből. Mondj még ilyen szakmákat. A hálózatépítés olyan, mint a foci, vagy az autóvezetés. Mindenki ért hozzá. Milyen meglepő, hogy mégis milyen kevesen csinálják jól. Én azt gondolom, hogy az lehet az oka, hogy abból a háromból, amit az előbb mondtam, valóban kiváló termék, megbízható cég és jó hozzáállás, egy vagy akár több is hibázik. Arról, hogy mire képesek a DXN cég ganadermás termékei, egy nyilvános videóban nem beszélhetek. A törvény tiltja, hogy táplálék kiegészítőket kapcsolatba hozzunk egészségmegőrzéssel, pláne, hogy gyógyító hatást tulajdonítsunk nekik. De hogyha mindenki annyit tudna csak a DXN termékekről, mint én, látta volna azt, amit én láttam, megtapasztalta volna azt, amit én megtapasztaltam, két marékkal tömné magával. Tudod, hogy hány hálás e-mailt olvastam már, és hány ülelést kaptam azért, mert embereket összehoztam ezekkel a termékekkel? Bár tudnád. Ha te még soha nem hallottál a ganadermás termékekről, akkor annak valószínűleg az az oka, hogy a mainstream média mondjuk úgy, hogy irányított, de azt is mondhatnám, hogy cenzúrázott. De az köztudott, hogy nem csak az a valóság, amit bemutat a tévé, és nem minden igaz, ami benne van az újságban. Én azt mondom a saját tapasztalatom alapján, hogy nagyon megéri ezeket a termékeket kipróbálni. Én havonta nagyságrendre olyan 80 ezer forint értékben fogyasztom ezeket, és az üzleti modellnek köszönhetően én nekem ezt már ki sem kell fizetni. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy nagyon szép eredmény, nem sok ember költ manapság havonta 80 ezer forintot az egészségére. Számomra ez nem egy emelem lehetőség a sok közül, jónak mondottam drága termékekkel, nem tapsikolós tömegrendezvények sora ilyen megmerevedett hüvelykujjakkal, és nem null információs meghívások, hogy ne ijedj meg, ez nem emelem, hanem ezek a termékek, ez a cég és az Internetwork empatikus hálózatépítési metódus. Amikor nyomulás nélkül, másokon segítve, empatikusan mutatjuk meg a megoldást az internet segítségével azoknak, akik maguk is ezt a megoldást keresik. Én azt gondolom, hogy mindig valami ilyesmire láttam. És ezt a módszert meg tudom tanítani neked is, ha meg akarod tanulni. És most dönts! A te életed a te élet, a te testedben te laksz és nem én. A jó vagy a hibás döntéseidnek a következményeit is magadnak kell viselni. Hogyha azt gondolod, hogy ezek a termékek még annyit sem érnek, hogy kipróbáld őket, akkor dönts így.
De hogyha nem bízol annyira az egészség gyölelő karjaiban, és szeretnél magad is tenni valamit az egészséged megóvása érdekében, és szeretnél a DXN termékeket kipróbálni, akkor keresd meg, és tudok neked benne segíteni.